Elnézést a lendő! Mit érdemel az, aki 10 perces késés után... Kegyelmet! Az előtt! Tehát, és a 10 évesen kaptam el a belenyúlót, lehet, hogy belehaltam. Csak én halok bele a kérdés a fejükben. Tehát, hogy már nem tettem, nem tennének feladatom. Tanárom, én azt szeretnék kérdezni, tanárom, jó reggelt, sziasztok! Mivel Szabolcs tanár úr még nem érkezett, nem bírta ki, emelte ki a turné fáradalmait, ezért én helyettesítem. Nem, mágnesesség. Csomag a pázás után! Bahú, megjöttem. Negyőt nap, hogy vihattunk. Folytassuk át elvezetikai tanulmányainkat. Mi ilyet nem vettünk. Dehogy, de ezt vesszük egy hete. De ideig a mágnesességről volt szó. Az elektromágnességről. Nincs elektromosság mágnesség nélkül. Nem értem. Csak egyezd meg, hogy nincs elektromosság. Hazugság! Hagyjuk, hagyjuk, hofoljuk. Hát már ennek is vége? Jó. Na tudukák, orosz-török háború. Én akkor hiányoztam. Hát még jó, hogy nem sorozták be török katonának. Igen, és? Na látom, ezt megjegyezték. A lényeget. A lényeget. Honnan indulunk? Hegemónia, a Balkánon és tengerszoros. Nem, senki? Hát 1853-56 krími háború. Igen. Na, a csintalikot ezzel ki tudják szépen kérni. Akkor valaki összefoglalni? Magyar monarchia okupálhatja. Nem! Területi változások. Hétfőn dolgozott az ókori kelettől a harmadik világháborúig. Rajzolhattok bármit, állatokat, vagy tárgyakat, vagy így esetleg, így, ez egy majomfej, igen, ott a szája, vagy rajzolhattok bármit. Igazából én annak örülök, hogyha valamit elkezdtek rajzolni, bármit csinálhattok. Akkor hazamálták? Nem így gondoltam. Alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek. Égve hagytam a folyosón a villanyt, ma mondják vélemet. Na? Mit gondolunk erről? Igen, Dui? Nincs itt az Eszter. Tudtok gondolkozni nélküle is. Tessék! Nem jelentkeztem. De én most kérdezlek. Hát... elmúlás. Halál. Zoli. Tanárnő, ez a vers igazából arról szól, hogy Pilinszky széthagyta a szerszámos ládáját, aztán meg esik az eső és kicsinálják, mert az olyan villanyszámos. Hello.
everything here. Nos, a gyerői palatok az angol száz népek kultúrájának megismerésében, és szokás természetesen, melyről mindenképpen tudnotok kell, van egy. Hát, meghatározó része az általános műveltségnek, és fontos eleme nem csak a brit civilizációnak, hanem a felét világörökségnek is. És hát, mi másról is beszélnék, mint a plankingről. Ez különösen hasznos, hiszen az iskolánk hátrányos anyagi helyzeténél fogva a fűtés idén is csak elvétve szorványosan időközönként engedheti meg magának. Ezért, amennyiben hát kénytelenek leszünk átállni akár a fűtésre, úgy a december fagyos közepén nem árt, ha rendelkezünk pár jól képzett deszkával, akiket eltüzelhetünk. Szóval, kezeket a test mellé, fejed felszeg, a tekintet üres, és közben meregjünk el a hallottakon, Future Perfect Continuous-ban. Maradjunk a kiazért, nem? Hát, kedves kollégák, akinek sikerült órát tartani a 13 nappaliban, szedje fel a kezét, mert nyert egy csokit. Ezek a nyakunkon fognak maradni?